Sziasztok! Ebben a videóban különféle Maybelline alapozókkal, korrektorokkal és púderekkel fogunk megismerkedni. Ha kíváncsi vagy rá, hogy melyik bőrtípushoz melyik termék passzol a leginkább, tarts velem! A Fit Me Matte & Poreless alapozó egy egységesítő, mattító hatású alapozó, igazi kincs a normál, illetve az olajosodásra hajlamos bőrűek számára. Mikropuder szemcséket tartalmaz, azért pedig gyönyörűen elfedik a fényességet. Ebből az alapozóból 4 darabom is van, így színmintát is tudok nektek mutatni. Érdekesség, hogy a 110-es árnyalat közülük a legvilágosabb, erre mindenképpen figyeljetek, amikor vásároltok. Az állaga folyékony, úgyhogy akár kézzel, sminkszivaccsal és ecsettel is felvihető. Én a legjobban egyébként nedves sminkszivaccsal szeretem használni, azaz ujjaimmal felviszem pöttyökben az alapozót, és a nedves sminkszivaccsal pedig szépen eldolgozom, belülről kifelé haladva. A Fit Me korrektora egy igazi, tökéletes szem alá való korrektor, gyönyörűen frissíti, kiemeli a tekintetet. Én még egyébként a szemem alatti terület kivételével ide a homlokamra, az orromra, az ajkaim fölé, illetve az államra is szoktam belőle vinni, és egy ilyen nagyon friss, nagyon természetes hatást lehet ezzel elérni. Az állaga nem túl híg, nem is túl sűrű, ezért nagyon-nagyon könnyű vele dolgozni. 2 árnyalaton van belőle jelenleg, a 10-es és a 15-ös. Ahogy láthatjátok, a 15-ös a világosabb. A Fit Me púdere az elsőként bemutatott alapozónknak a testvére, azaz ő is mattításra specializálódott, és ezt nagyon szépen és tartósan teszi. Az olajosodásra hajlamos bőrűek, mint én, nagyon-nagyon jóban lesznek ezzel a púderrel, mert nagyon szépen fixálja, nagyon szépen mattítja a bőrt. Én ecsettel szeretem leginkább használni ezt a terméket, azt is a legkritikusabb helyekre szoktam felvinni, azaz a T-zónára, sajnos nekem ott hajlamos leginkább kifényesedésre a bőröm. Hogyha neked is ilyen problémásabb bőröd van, mint nekem, akkor bátran ajánlom ezt a púdert. Az Affiniton alapozója az egy hidratáló hatású alapozó, ez egyáltalán nem biztosít matthatást, hanem egy természetes, ilyen enyhén ragyogó bőrfény biztosít a bőrnek. Bármely bőrtípus számára nagyon tudom ajánlani ezt az alapozót, nagyon kellemes és könnyed viselet. Kimondottan folyékony állagú alapozó, ezért aztán ujjal is könnyedén eloszlatható, eldolgozható. Az Affiniton korrektor egy igazi kis univerzális Jolly Joker darab, ugyanis a szem alatti karikákra is nagyon jól működik, illetve bőrhibákat, kisebb elszíneződéseket is el tudunk fedni bele, ugyanis egy sűrű állaga van. A kiszerelése, ahogy láthatjátok, stiftes, úgyhogy nagyon-nagyon könnyű használni, akár az ujjunkra felvisszük és úgy tesszük a bőrünkre, vagy közvetlen a bőrre téve is nagyon jól működik. A Superstay alapozója, ahogy már a nevében is benne van, egy kimondottan hosszantartó és erős fedésű alapozó, ami nagyon-nagyon szépen egységesíti a bőrt. Ez az alapozó egy áldás azoknak, akik egyenletlen bőrfelszínnel rendelkeznek, illetve azoknak is, akik több bőrhibát szeretnének elfedni. Pumpás az adagolója, amivel nagyon jól szabályozható a mennyiség. Az állaga sűrűbb, ez is mutatja, hogy ez valóban egy erős fedésű alapozó. Én ezt az alapozót is leginkább nedves sminkszivaccsal szeretem használni, azzal tudom a legszebben felvinni a bőrömre, amit még tudni érdemes róla, és szerintem nagyon-nagyon fontos dolog, hogy nem tartalmaz illatanyagot. A Superstay púdere az alapozóhoz hasonlóan egy kimondottan hosszantartó és egy vízálló púderről beszélünk. Nagyon-nagyon tetszik ez az elegáns kis fehér kompakt, amiben érkezik, szuper, hogy van benne egy nagy tükör is, ez utazáskor kimondottan jól tud jönni. Nagyon szépen mattítja a bőrt, fixálja a sminket, egy szóval mindent tud, amit egy púdernek tudnia kell. Az Instant Anti-Age Eraser korrektorát, te jó ég, nem tudom nektek elmondani, hogy mennyire vártam, hogy bekerüljön a hazai kínálatba, és mennyire boldog voltam, amikor végre nálunk is kapható lett. Szerintem ezt a korrektort már mindenki akkor is ismerte, amikor még nem volt kapható nálunk, ugyanis a külföldi youtuberek ódákat zengtek róla, és egy picit sem túloztak. Ez a korrektor tényleg tökéletes a szem alatti karikákra, puffadságra, nagyon-nagyon szépen kipihenté varázsolja az ember tekintetét. A kis szivacsos applikátorával nagyon könnyedén felvihetjük a bőrünkre, ujjainkkal, vagy akár szivacssal, vagy ecsettel is könnyedén eldolgozhatjuk, nem ül bele a ráncokba, úgyhogy én nagyon-nagyon szeretem. Teljesen oda vagyok érte.
A Masterfix púder az eddig bemutatottakkal ellentétben egy áttetsző púder, egy porpúder, ami nagyon szépen fixálja és mattítja a bőrt. Bár a dobozában fehérnek tűnik, nem kell tőle megijedni, a bőrre felvéve azonnal áttetszővé fog válni. Nos, ennyi lett volna ez a videó, remélem, hogy tetszett nektek és hasznosnak találtátok, illetve tudtam vele egy picit segíteni. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek, találkozunk hamarosan a következő videómban, addig is sziasztok!